egy kezdőcsomag a szűréshez, amiben hát megtalálható minden szükséges eszköz. Vinni kezdtünk. Papír zsebkendő, fertőtlenítő és tisztítószerek, hát természetesen a gyors tesztek, toll, papír, szóróanyagok, egy ilyen gyönyörű boríték van a kérdőívek és a beleegyező nyilatkozat, és hát az elkészült Uti Kalausz könyv, amit, hogyha valaki elolvas és értelmez, akkor képzettség nélkül tud gyors tesztes szűrést csinálni. Illetve készültek ilyen kártyák, amik a tanácsadókat segíti. Ezek nagyjából minden ponton végigmennek, ilyen, majdnem ilyen pipálós listák. Szó van az előkészítésről, tehát, hogy milyen eszközöket használunk egy szűrés során. Van egy ilyen ráhangolódás rész, ami hát, igen, egy kicsit. Jó, akkor én is beszélek ebbe a kis előadásba. Hol tartom? Igen, tehát, hogy az a lényeg, hogy a kézikönyv, vagy útikönyv, majd még kiderül a cím, az is az 1.0 verziójában van, mert kevés az időnk, és maximalisták vagyunk. És ez egy nagyon hosszú kiadvány, amiben tényleg ilyen technikai részeken is végigmegyünk, nagyon sok szakirodalom van hozzá, de hogy ugye amikor az ember tanácsot ad, rengeteg infót szeretne elmondani, mindeközben tudjuk, hogy a verbális információnak nem tudom hány százaléka, de hogy egy picike marad már csak az emberekben. És ugye izgul is egy csomószor a tanácsadó, mert éppen olyanban van. Vagy ez, nincs rutinja. Vagy mert nincs rutinja, és ezért ezek a kis kártyák, amik szerintem tök jól néznek ki, Itt a lila is. Ezek különböző témaköröket jelölnek, tehát a színek és kulcsszavakat tartalmaznak. Tehát ugye először elő kell készíteni a terepet, biztos, hogy van a modella, biztos, hogy van a gumikesztyű, elfelejtettem a kérdőívet, szóval pont ezektől a kis bakiktól lehet egy nagyon béna szűrő tesztelést és tanácsadást végezni, de ha van egy kis kártyám az előkészítő eszközökről, akkor valószínűleg, ha nem hagytam le róla semmit, akkor nem maradt ki semmilyen eszköz. Uh-huh. Ő a lila, ugye? Igen. A kedves kliens nézheti magát közben a tükörben, ha unatkozik, mert nem érdekel, amit a tanácsadó mond, de ezt követi, ahol vagyunk, a ráhangolódás. Azért ez egy tényleg, ez többször elhangzott ma is, hogy egy nagyon intim, tehát nagyon sokféle magán dologra kérdez rá, mint például az öklödésre is rákérdez, és erre azért az emberek nem biztos, hogy így csípőből szeretnek válaszolni, hogy igen, vagy hogy befogadó vagyok, vagy behatoló, tehát hogy azért ezekről beszélgetni kell. És mind a segítő, tehát a segítő így kikapcsolja a telefonját is, kicsit befelé figyel, elengedi a gondjait, mert hogy egy bizalmi kapcsolatban fog keveredni egy emberrel, amihez egyrészt jár az alapvető tisztelet, meg hát az a cél, hogy ne feszengjen a kliensünk ebben a helyzetben, hiszen akkor nem fog igazat mondani, nem tudok személyre szabott tanácsadást végezni, és nem tudom az ő kockázataiban eltéríteni, hogy utána más csináljon. Tehát ez arra szól, ez ugyanúgy checklist szinten, hogy mik a ráhangolódás eszközei. Utána ez jön. Uh-huh. Elmesélem. Igen. Jó. Utána egy tájékoztatás, tehát hogy érdemes a kereteket tisztázni a kliensekkel. Nagyon fontos megemlíteni, hogy titoktartás, anonimitás és önkéntesség, ezek mind alapelvek a szűrés folyamán. Illetve elmondjuk neki, hogy mi fog történni pontosan vele ez alatt az alkalom alatt, és többször hangsúlyozzuk, hogy bármikor meggondolhatja magát, tehát hogy nem kötelezi semmi arra, hogy végigcsinálja ezt az egész procedúrát, illetve érdemes kideríteni, hogy indokolta a tesztelés, vagy sem. És ezek vannak így pontba szedve ezen a kártyán.
így nem maradhat ki semmi ezek közül, a fontos dolgok közül. És így nem is marad? Ugye ezt te még mondtad? Ja, igen. Nem is marad ki, persze. A szlogen az még nincsen. Következő kártyánk. Tanácsok teszteléshez. Ez szintén egy olyan lista, amin érdemes végigmenni. Tehát nagyjából az elejétől elkezdve, hogy milyen dolgok szükségesek ahhoz, hogy szűrést csináljon valaki. Tehát, hogy betartsa abszolút a biztonsági protokollt, veszélyes hulladékot protokollszerűen tárolja. Itt szintén visszatérhetünk az eszközlistához, illetve van egy ilyen lelki része is, hogy nyugtassuk meg a klienst, illetve hát a kockázati magatartásoknak a feltérképezése is ennél a résznél van. Igen, ez a kliens megnyugtatás, tehát tényleg az nagyon érdekes, amikor az intravénás szer használják, ilyen halálsápadtan ülnek, és az újbegyes szűrés előtt így tényleg megy a csiki-csuki, ahogy a Marcs is mondta. Én volt már, amikor azt mondtam, hogy nyugodtan szúr meg magad, ha ezt te jobban szeretnéd, és akkor ettől sikerült nekem megszúrni. Mondta, hogy nem, akkor te gyorsan most. Tehát, hogy így ilyen kis trükköcskéket mindig érdemes bevetni, természetesen úgy, hogy közben megnyugtatjuk, vagy így viccel lehet tök jól elütni ilyen szitukat. Ez is működik, és akkor jön a harmadik kártyakupac, aminek három színe van, nem véletlenül. Hát igen, a kék árnyalata, 50 árnyalata lesz, majd egyszer ott van, majd tovább. Igen, ezek a tanácsok tanácsadáshoz, és azért szedtük három része, mert ugye van egy preteszt tanácsadás része, illetve poszteszt tanácsadásnak is két része van, hogyha reaktív a teszt, vagy hogyha nem reaktív. És itt is pontokban van szedve, hogy mi megyünk végig ilyenkor, tehát ezeknél a tanácsadásoknál. És igen, ez... Elnézést! Szóval ez a táska teljesen alkalmas arra, hogy bárhol szűrjünk, akár a Kossuth tér egyik padján is, a parlament előtt. Komolyan? Igen. Jó. Instant, a mai rohanó világunk tökéletes terméke, butaságot követel, aki nem veszi meg. Az első példány az nem lesz eladó, majd 15 év múlva, amikor az általak méltán híres lesz és a világűrbe is szűr, akkor lehet, hogy elárverezzük az árva UFO gyerekek javára. Holnapra elkérték egy színházi előadáshoz. Jó, majd azt nem beszéljük utána, hogy ez mennyibe is kerül nekik. Jó, egyszer kérünk egy szívességet. Igen, és most pedig következik, ami nagyon komolyan vett. Tehát, hogy igazából az a lényeg, hogy egy kicsit ilyen viccesre vettük ezt az egészet, de hogy ezt direkt tettük. Ahogy a kézikönyv is, vagy az útinapló tegezős formában van írva, ezt is direkt tettük, és az oktatófilmünk az is szerintem nagyon vicces, de közben megható is, tehát igen. És ennek az a lényege, hogy ez a szűrés, vagy tesztelés és tanácsadás, ennek körülbelül egy ilyen olyan bevett dolognak kéne lennie, mint a fogmosásnak naponta többször. Tehát, hogy ez nem egy ilyen mumus, hanem ahhoz, hogy biztonságban legyek én, és a környezetem, és az orsi, amikor nálam iszik, tehát nálam iszik a pohárból, ugye itt nem lehet fertőzést kapni. Tehát, hogy ez nekem jó, meg a környezetemnek jó, és nem csúnyákat kell gondolni arra, aki mondjuk bemegy egy STD centrumba, és szűrést szeretne magának, hanem azt, hogy hú, de menő egészségtudatos ember vagy. Tehát, hogy azt találtuk ki, hogy ezzel a kis közvetlenem játékos, villogó, tényleg a füstgép hiányzik dologgal egy picit úgy közelebb lehet hozni az emberekhez, ha nem gondolom, hogy itt közületek bárki erkölcsi ítéletet mondana, ha valakit látna bemenni egy STD centrumba.